akkor depresszánsok? Aztán az volt az ígéret. Depresszánsok és stimulánsok, nem? Igen, depresszánsok, stimulánsok is. Kanabinolokról volt szó? Nem. Hát, a függőzéssel hogy a francban nem? Volt. De a hasisról nem volt szó. Hát az ugyanaz, nem? Na, ez a pontosan ez a nagy tévedés. A fű és a hasis között. Kendergyanta. Igen, nagyon, de nagy a különbség a fű és a hasis között. Tehát, hogyha már itt tartunk, akkor lássuk, hogy mi a lényeges különbség. Sokan alábecsüljük a két tudatmódosító szer közti különbséget, holott a hasis az a quintesszenciája mindannak, ami a fű. Ez azt jelenti, hogy ami a fűben benne van, az nem csak THC. A THC-ra mondják azt, hogy az a fű hatóanyaga. De ez sem teljesen igaz. A fűnek számos hatóanyaga van, rengeteg olyan alkaloida van a zöld növényben, amely üt, amely hat. A THC-n kívül is. Megszámlálhatatlan mennyiség. Csak hogy, amikor kisajtolják a marihuánából, tehát a növény virágjából, mert tulajdonképpen a növény virágjáról beszélünk ilyenkor, hogy kisajtolják a hasist, akkor abban már csak és kizárólag szintiszta THC koncentrátum van. Hát elmondhatjuk azt, hogyha a THC hatására vagytok kíváncsiak, akkor hasist fogyasztotok, amikor viszont füvesztek, akkor beüt nektek a THC is, és mellé még millió és egy alkaloidát kaptok. Hát akkor a füvezés gazdagabb, mint a hasisozás. Úgy is fogalmazhatnak, hogy a hasisozás tisztább, mint a füvezés. Nagyon jó, akkor a fűben van egy csomó olyan gyógynövény, ami jó a tüdőnek, vagy a vérnek, vagy amit tudom én. Hát, elkutassunk ezt. Ez nem biztos, hogy igaz. Nem az a gyanta a hasis, ami, hogyha a kendert, akár még a rendes mezői vadkendert is, így megtapogatod, csak abban nincs THC, ez más kérdés, de ilyen ragadós. Hát azt szokták csinálni, tehát úgy is lehet hasis csinálni, hogyha fogsz füvet, azt a jó gyantásat, tehát azt a jó súlya van, akkor megfogod, és a két kezed között, mutatom, hogy hogyan, így elkezded sodorgatni, vagy hogy fogalmazzak. És dörkölöd, és akkor a kezedre, hát így bemocskolod vele a kezedet. Na az, ami a kezedre rátapad, ott az a has is. És azután, miután leraktad a füvet, vagy ki ternyeként kiszállt a kezeid közül mindaz a zöld anyag, amit aztán később persze természetesen el lehet szívni, de meg is lehet semmisíteni, és is lehet dobni, vagy a vécén lehúzni, akkor ami a kezeden maradt, az szépen így elkezded összegyűjtögetni, vagy így lefejteni a tenyeredről azt a barna mocskot, és akkor ilyen kis hengerekben összeáll valami kis kosz. Legjobb, hogyha az eljárás előtt meg kezet mosol, tehát hogy így más kosszat kell lehetőleg, és akkor amit így leszedsz a kezedről, kis henger szutyok, az maga a hasis. Az már a hasis. Persze nagy üzemben ennél a hasist sokkal nagyobb volumenben állítják elő. Az érdekes az, hogy szerintem a hasis kereskedelemnek a nagy előnye, vagy a hasisból származó profitnak a fő forrása az, hogy a hasist a legritkább esetben a növény virágjából csinálják, a virágot egyszerűen eladják fűbe, fűgyanánt. Hanem kifejezetten a levélből, szárból, olyan alkotó részekből, amelyek kisebb THC koncentrációjúak, ugyanakkor fűként értékesíthetetlenek lennének, viszont elemi mennyiség marad vissza azután, hogy a virágokat leszületelték róla, és abból nagyon kis hatékonysággal, de elképesztő volumenben sajtolják ki a hasist. És így virágozhat a hasis kereskedelem. Nagyon érdekes kérdés például, hogy Magyarországon hasis nem kapható. Nem tudom, hogy ki tudja, vagy ki tapasztalta, Magyarországon hasis nincsen. Sokan azt mondják, hogy van, ők hazudnak.
azt mondják, hogy persze, hívjál, a jövő héten lesz. Nem szabad elhinni, nincs. Amit úgy átlagosan kimerek jelenteni, hogy így fél évente valaki már találkozott hasissal Magyarországon, tehát így volt, vagy valami ilyesmi, de jellemzően nincsen. Ami nagyon-nagyon érdekes, ez is a hiánygazdaságnak a sajátja, amikor azt tapasztalja a kereskedelem, hogy hát az emberek be akarnak tépni. Akkor jó lesz nekik a fű, attól betéphetnek. Így él tovább a Kádár korszak a kábítószer kereskedelem területén. Tessék. Abszolút. Abszolút. Tehát itt egy hiánygazdálkodás van. Az emberek igénytelen bunkók. Suttyók. Mire van szükségük? Arra, hogy miután lerakták a lapátot, a talicskát, meg a cementes vödröt, jól betépjenek, de úgy, hogy az eszüket is elveszítsék, azt sem tudják, hogy hány éveseknek, hogy hogy hívják őket, hogy leessen a fejük az asztallapra, kompanyon egyet, és a nyáluk csorduljon ki, és így nézzenek, mint a hülye. Jó betépték, gratulálok apám! Ilyen emberekkel kommunikálni sem lehet. Tehát, hogy így találkozol egy ilyen emberrel, amikor már beszívott, gyakorlatilag nem kezdhetsz vele semmit. Mesélheted neki a vicces sztoriaidat, az érdekes fonák, történeteket, amiket tapasztaltál az életedben. És így mi lesz mindenre a reakció? Ez kész. Ez kész. És bármit mondasz nekik, ez a reakciójukra. Ez kész. Na mi a különbség a hasis meg a fű között? Az alapvető különbség. Hogy amikor hasist fogyasztasz, akkor a fűnek a quintesszenciáját kapod. Mindazt, ami a fűben jó. Ezt úgy hívjuk köznyelven, hogy THC. Nem azt a rengeteg mocskot, ami a zöld növényből kiég. Amikor hasist fogyasztasz, akkor azt lehet mondani, hogy a legjobbat kapod, amit a fű tud, anélkül, hogy a legrosszabbat kéne elszenvedned. Akkor, amikor füvet szívsz, akkor kapod az egész csomagot jóval, rosszal, mindenre együtt. A hasis fogyasztása az egy felszabadult, besztondult érzést eredményez, amikor nem esel szét, amikor nem hullasz szét ízeidre, és nem érzed azt, hogy a kurva életben minek kellett már megint betépni, azt se tudom, hogy hol áll a fejem, már még van hátra ebből a napból 3 óra, azt még értelmesen el lehetett volna tölteni, de most már azt is baszhatjuk, inkább leülök a gép elé, és egy kicsit netezek, vagy játszom, vagy nem, és akkor már úgyis el van baszva a nap. Tehát ez az, amit nem szeretünk. A hasis ezzel szemben az egy nagyon könnyed besztondulást eredményez. Tehát igazából mik a jó hatásai, és mik a rossz hatásai a marihuánának. Én azt gondolom, hogy a jó hatása az a nagyon-nagyon érdekes asszociációk világa. Tehát az, hogy új gondolati kapcsolatok jönnek létre a tudatban. A fasz, te leírtad már, amiket akkor gondoltál? És utána elolvastad, hogy más? Tisztán elolvastad, az ember is azt mondja, hogy úristen, de szar. Kurva szar. Szerintem inkább az idő lelassítása, ami a szubjektív idő lelassulása az ebbe inkább. Van az úgy, de olyan is van, hogy az ember kitalál valamit, és másnap józanon is azt érzi, hogy kiváló. Na, nem lehet ezt általánosítani, volt ilyen. Na, mondd a példát. Például a triangol relativizálás az ilyen volt. Más példát te is mondja. Szóval... Az egy hasis. Olyan, valami a féle volt, én úgy emlékszem. Persze az ember nem tud már így évekre visszagondolni, főleg úgy, hogy soha életemben nem fogyasztottam semmilyen illegális szert. Na jó, de a barátod elmesélte neked, gondolom, aki fogyasztott, de aztán leszokott. Mert ugye ez az este, ez egy addiktológia, preventív előadás, tehát szó nincs arról, hogy itt bármiféle kábítószert, vagy tiltott szert népszerűsítenénk. Ez egy ilyen, hogy mondjam, ez a prevenció, ugye? Tehát csak mi egy ilyen sajátos, egyedi metódust követünk a prevencióban. Először megszerettetjük, majd annyit fogyasztatunk veletek, hogy megindorodjatok tőle, és végleg lerakjátok.
ha tiltanánk, és azt mondanánk, hogy ezt ne csináljátok, felkeltenénk bennetek a vágyat a dolog iránt, hogy a tiltott gyümölcs mindig édesebb. Ezért nekünk az a tervünk, hogy először is nagyon keményen junkivá teszünk titeket, és akkor ebben az állapotban egy csömör keletkezik bennetek, aminek a hatására meggyűlölitek ezeket a szereket is, és minket is. Tehát figyelj, nem lehetne így aszkétákat is képezni? Majd ilyen kolostori. Nem fasság. Nos. Akkor ezen vagyunk. Tehát azt kell érteni. Bárki bármit tapasztali testre a műsor után, az kizárólag azért van, mert mi nekünk a célunk az, hogy sivatagi remeték legyünk, vagy jogik, szerzetesek és hasonlók. Hát körülbelül úgy tudnék fogalmazni, hogy úgy viszonyul a hasis a fűhöz, mint a kőbányai világos a... Nem, nem. Ahogyan a villány kékfrankos viszonyul a kocintóshoz. Na, bizony. Azért szerintem ilyen szélsőséges túlzás. Szerintem meg nem az. Szerintem az igényes ember az nem nyúl fűhöz, ha van has is. Természetesen egy olyan nyomorult, balkáni elbaszott országban, mint amilyen ez, az embernek nincsen választása, ezért aztán kénytelen abból főzni, amilyen van. Tehát tudjuk, hogy lehet akármilyen művelt az alkoholista, ha csak kocintós van, akkor azzal kocint. De ez a tipikus önbevontosító ruma. Tehát azért itt van villányi kék frankos. Itt van villányi kék frankos, de nincs has is. De nincs has is. Nem értetted a... De honnan a jó Istenből tudod, hogy nincs has is? Mindenki tudja ebben az országban, hogy nincs has is. Ebben az évben még nem lehetett kapni. Tehát, hogy az idei első alkalmat, hogy has is lehet kapni, még nem tapasztaltuk meg. Idén még nem. Általában van egy olyan, mit tudom én, 3 hét az évben valahol, teljesen bizonytalan helyen, amikor lehet kapni has is, és amikor az ember, persze az ilyen drogos geci, az vesz belőle 30 grammot, érted? És akkor azt szívhatja egy másfél hónapig, amíg az elfogy, és akkor utána megint hiány van. Ez a helyzet, ebben az országban nincs has is. De nem azért nincsen, mondom, mert ne tudnák behozni, vagy ne tudnák meg előállítani, mert Magyarországon van fű, ebből az következik, hogy van kereskedelme a dolognak. Hogyha ezt a füvet, amit Magyarországon árulnak, ezt Magyarországon lámpázzák, már pedig feltételezhető, hogy ezt Magyarországon lámpázzák, akkor a helyzet az az, hogy visszamarad nekik egy csomó levél. Ők nyilvánvalóan azzal a levéllel sok mindent nem lehet csinálni. Azt vagy kidobod, vagy sütsz belőle sütit, vagy csinálsz belőle hasist. Más nincsen. Ezzel nem lehet elszívni. Ezért elmondható, hogy ebben az országban iszonyatos mennyiségű levelet, meg szárat dobnak ki. Konténer szám. Pusztán azért, mert lusták has is csinálni belőle, mert a magyarnak jó lesz a fű is. Ami hát nagyon szomorú. Mert az igényesebbje, amilyeneket a nyilvánvalóan én is preferálok, mert az ilyenekkel érdemes időt együtt eltölteni, az a hasist fogyasztja, és a fűre pedig köp, ha van hasis. Nyilvánvalóan ez a helyes irány. Indíts egy ilyen hazafias reformot már. Hasist a magyarnak. Hát egyáltalán nem. Hasisra magyar. Tehát egyáltalán nem ártalan, hogyha lenne. Egyáltalán nem ártalan, hogyha lenne. Tehát már a... Hogy mondjam? Az igényesség követeli, mert hát mire van, aki füvet szív, az miért szívja a füvet? Ha van has is, és ő füvet szív, akkor azért szívja a füvet, mert nem igazán besztondulni akar. Nem az érdekes gondolati kötések, az érdekes gondolati kapcsolatok a célja, hanem hogy szétüsse magát, hogy szétbassza magát. Tehát, hogy egy átdolgozott nap után végre szétüsse magát, úgyhogy mondom, a nyála csorogjon ki a száján, és annyi legyen a világhoz a viszonya, hogy ez kész. Várjál. Tehát, hogyha már belementél ebbe a nemzetkarakterológiai fejtegetésbe, akkor légy olyan kedves, fejtsd ki, hogy a füvezés milyen ártalmakkal van a magyar ember karakterére, és ezen keresztül a kultúrpolitikára, és általában a politikára és a mentalitásra, de hogyha has is szívna a magyar, akkor milyen jótékony hatások várnának politikában, gazdaságban, kultúrában, beszéljünk a napi életről. Először beszéljünk a fűkártékony hatásairól. Egyrészt demotiváltál, persze ez nagyon fontos. Ez tényleg igaz. Tehát ez tényleg igaz. Rombolja a memóriát. A rövid.
tartozik hozzá elég kemény. A rövid távú, tehát az, az, hogy ki az anyád, arra mindig emlékezni fog, de hogy hova raktad le a cikipapírt, arra nem biztos. Tehát, hogy az jellemző. És ha nagyon sokat szívsz, akkor eljutsz oda, mint a Nolan filmben. Nem, az nem úgy van. Leonard. De várjál, hogy Memento. A Mementóban, ja. 3 percig visszaemlékez a lahacon, túl megment. Szóval, ez az egyik. A másik az az, hogy, hogy szépen elbaszol az életedet. Szépen, de következetesen elbaszol az életedet. Ez a prevenciós hogy az íz. De ez nem prevenciós rész, hát beszélünk a jó tehát a, mi a jó benne, mi a rossz, elmondunk, mindent elmondunk róla. Én nem akarom a őrszobán végezni, ezért... De most ennek semmi közel, ki nem szarja le az őrszobán? Meg a hatalmat, hogy mit szól ahhoz, amit én mondom. Jelen? Persze, nem érdekes, csak tartozunk az igazságnak azzal, hogy, hogy átfogóan beszélünk erről a kérdésről. Tehát rendesen elbaszol... De mióta lettél szabadságharcos? Most úristen, mi van? Most mi, milyen szabadság? Nem a szabadságról van szó. Az információhoz jutás az egy jog. Mi ezen dolgozunk. De nincs ilyen. Hogy információhoz jutás? Persze. Hát most majd lesz. Szóval, hol is tartottam? Szépen elbaszod az életedet. Tehát, hogyha rendszeresen szívsz, úgyhogy így életmódszerűen, tehát az élethez szívsz. Mondok egy profán példát. Kedd délután 3:30-kor betépsz, garantálom neked, hogy szét fog hullani az életed a picsába. Tehát, hogy egyszerűen a hova tettem a ciki papírt, hova is raktam a ciki papírt, az előbb még itt volt, állapota áll be az életed minden területén. Ez felől biztosíthatok bárki. Tehát, hogy egyszerűen az életmódszerű. Egyébként vannak ellenpéldák. Nekem több ismerősöm is van, aki 100%-os THC függő is erre állt be, és tudja menedzselni, és tudja vinni az életét. Vannak ellenpéldák. De nagyon-nagyon sok rossz példák. Ezt nem értettük. Azok kiválasztotta? Ja, azok kiválasztotta? Mikrofon. Hogy kiválasztotta. Nem, ezt nem is beszéltük. Várj, a THC az függőséget okoz? Az úgynevezett light drogoknak a szószólói vagy védelmezői mindig azt mondják, hogy ez nem okoz függőséget. Pszichés függőséget okoz, igen. Okoz függőséget a THC. Egyébként pszichés függőséget bármi okoz, tehát beleértve bármelyik tévésorozatot. Vagy a netezés, vagy bármi. Tehát azért... A lényeg az, hogy van egy könyvkiadó. Most mondok néhány példát. Van egy könyvkiadó. Állandóan be van tépve. Ki akartam adni nála a könyvemet. Elvittem hozzá, hogy adja ki a könyvemet. Ja, ezért nem adták ki a könyvedet, mert be voltak tépve. Ez egy már... Ezzel a kiadó, most már nem tárgyalok velük, de most ez sztori. Sztoriban vagyok. Nem ezért nem adták ki a... Többek között most elmesélem a részletet. Persze kiadjuk, nagyon szeretjük, nagyon tetszik nekünk, nagyon kajáljuk. De ez melyik könyv? Egyik még nem jelent meg. De most... Hát most kezd a sztori. Hogyha nem érdekes a sztori, akkor nem mondom el. Most be fogok hisztizni, és mindenkit le fogok húzni rengeteg energiával. Jó lesz? Jó. Nem mondom el. Akkor csak beszélgessetek egymással. Na, figyelj! És térjünk vissza erre a könyves útra. Mert... Nem, szóval akkor konstruktív legyél, arra kérlek. Na, konstruktív, figyelj, szimbolikus összefüggés próbálok azon, hogy asszociációs alapon meglátni a könyv tartalma, a kiadó elutasítása és a füvezés között. Majd meg fogod látni az összefüggést, meg fogom teremteni az összefüggés számodra. Na, szóval akkor. Úgy néz ki, hogy állandóan be volt tépve a csávó, és kiderült, egyszer fölhívott telefonon, hogy menjek ki hozzá, látogassam meg, mert van előrelépés az ügyben. Kimentem hozzá, meglátogattam. Jaj, hát gyere, nagyon jó, hogy itt vagy, kérsz-e almalevet, van kóla is, így megkínálnak ezzel, de akkor így mindjárt rá is gyújtott,
nagyon jó, hogy itt vagy, nagyon jó lesz a könyv, és én mondom, hogy szóltál valamiért, hogy így jöjjek ki, mert van valami előrelépés. Ja, lett volna állami pénz, van valami állami pályázat, de már nem érdemes, most már lejárt. Mondom, mikor jár le? Hát nem tudom, meg kéne nézni. Hát mondom, akkor esetleg nézzük meg. Bementünk, és kiderült, hogy másnap éjfélkor van a határidő. Hát mondom, teljesen jó, ezt még össze lehet rakni ezt a pályázatot. Nem, ezt már nem lehet, egy nap erre. Mondom, hát bossza meg, hát állami pénzt lehet, nem tudom én 1 millió forintot, hát abból már ki tudnánk adni a könyvet, hát próbáljuk már meg. Na, mi kell ehhez? Jaj, nem jó, nekem még el kell menni a gyerekért. Nem fog ez menni, majd a következő pályázatra. Mondom, hogy normális vagy, hát csináljuk már, de mondom, már elfelejtette, hogy miért szólt nekem, hogy miért menjek ki, hogy mit kéne elintézni. Nem, csinálunk még egy cigit, aztán elszívjuk, jó lesz. De mondom, hogy ne szórakozzál már, ki kéne adni a könyvet, így rakjuk már össze a pályázatot. Hát megpróbálhatom, akkor fölhívott valakit, akire rá akarta lőcsölni az egészet. De azt sem tudta megcsinálni, mert valami más munkája volt történetesen, vagy éppen be kellett tépnie. És végül is így mondta, hogy hát ez nem fog menni, de azért próbáljuk meg, majd fölhívlak holnap, hogy megy el, addig még megpróbáljuk. Hát így másnap kurvára nem hívott föl, én hívtam őt. Jaj, hát nem fog menni, ne haragudjál, a gyerekkel vagyok most éppen, ahogy elfaszolt, hogy kész. Tehát, hogy így semmi nem lett a dologból. Miért? Mert a csávó be volt szakítva folyton. De biztos ez? Persze! Azért ezt az ember már nem látta. Várjál, nem. Tehát, hogyha mi van akkor, hogyha nem tetszett neki a könyved, ezért kérdeztem, hogy ez melyik könyv, de hát udvarias akart lenni veled, tetszett neki, finoman elutasító, nem így és, és annyira szorongott, annyira kurvára szorongott, hogy a nagy puzsér most az meg megharagszik rá, hogy betépett. Más az oksági láncolat. Most elég konstruktív voltam? Lónak, a faszát voltál, de konstruktív. Nem voltál konstruktív. Kurvára konstruktív. Gecire nem vagy konstruktív. Te gecire az vagyok. Na, akkor folytatván. Van más sztorim is. De az is ilyen? Hasonló. De egyik kollégám... Megsértsük a Robit? Akivel szintén a könyvön dolgozunk. Megsemerem a csávó, melyiken. A csávó zsidó, de én még ilyen csóró zsidót nem láttam életemben. Én igen? Én nem. Egy ilyen panelszerű lakásban lakik, annyira van lerúgva a lakás, hogy az már borzalmas. Olyan koszma, hogy az valami elviselhetetlen. A csávónak az élete sem onnan, sehova nem jut. Valami múzeumban teremőr, meg ruhatáros, jó feje van a gyereknek, és lehetne belőle akármi, de így szarik mindenre, egyébként grafikus, de azt se csinálja, azt is leszarja, és természetesen minden nap betép. De hát így kb. Délután 4-5 óra körül már be van tépve. És az egész élete szaródik el, az élete így csúszik ki a kezei közül, ha bármit megbeszéltünk, hogy határidőre megvan, ő mindig megesküdött, hogy jövő hét szerdára meg lesz, lófasz nem volt, soha nem volt készen, mindig csúszott vele, általában egy hete, folyamatosan a sarkát kellett taposni, hogy végre végezze el, mindig szart vele, és így is gyakorlatilag érdemtelenül lesz a csávónak a neve kint a címoldalon, mert lófasz nem tett hozzá az egész kiadványhoz. Ennek ellenére természetesen ott lesz, mert szolidaritási alapon ott lesz, de hát most igazából ezzel sem fog tudni mit kezdeni, hogyha megjelenik ez a könyv, ebből sem fog tudni semmit profitálni, mert szétesik az életet. Tehát egyszerűen, ha folyton be vagy tépve, a esetek 85%-ában az életed az ujjaid közül úgy pereg ki, mint a homok. Nem tudod menedzselni. Nem tudod összeszedetten menedzselni. Ezért én azt gondolom, hogy ha valaki THC fogyasztásra adja a fejét, az nagyon szigorú szabályok szerint csinálja ezt. Én ismerek egy olyan figurát, aki rendszeres üres, és a buddhista üresség meditációval foglalkozik, és kurva jól összehozza ezt magában. Na most itt fölmerül az, hogy ez egy élethazugság, ez egy ideológia, tehát előbb van a fű, de nem időben előbb van a fű, hanem fontosságban, súlyozásban van előbb a fű, és erre egy ideológia a buddhizmus, az üresség meditáció, tehát minden üresség, semmi, minden csak összefüggéseiben létezik, nincsen esszenciája, lényege, semmire, vagy pedig fordítva,
egyszerűen ilyen gondolkodású figura automatikusan megtalálta magának kvázi, idézőben meditatív segédeszközként a fület. Na ez például teljesen elmutatottam. Tehát én ismerek egy ilyet is. Az élete annyira nincs szétesve, mert nagyjából azért elvégzi a dolgát, és még a jókat utazgat keletre is. Tehát, hogy van hiányzó. Na mindegy, térünk vissza egyébként a fűnek a jótékony hatása. Van a fűnek jótékony hatása? Van számos jótékony hatása. Egyrészt, hogyha valaki kialvatlan, nagyon jól tud aludni tőle. Tehát az alváshoz hozzá segít. Fájdalomcsillapító hatása van. Rákosok, ugye? Persze, rákbetegeknek írják föl például a füvet. Várjál, de a morfiumnál azért enyhébb a hatása. A morfiumnál mindennek enyhébb a hatása. Nem volt még olyan fájdalomcsillapító, aminek a morfiumnál erősebb hatása lett volna. És hát ugye általában nem lehet mondani, hogy egy szociális drogról van szó, tehát társasági kábítószer vagy társasági tudatmódosítószerről van szó. Tehát a kommunikációt azt segíti. Persze van, aki beszorong tőle, de ez általában csak akkor történik, hogyha vagy valamilyen betripjének a flashbackje, az, amit kiválta a THC fogyasztás, vagy pedig gyakorlatlan és még nem tudja kezelni ezt. Hogyha már így tudja és gyakorlott, akkor általában azt lehet mondani, hogy jó szociális ingereket tud kiváltani. Csak úgy, mint az alkohol. Hát igazából ez a két fültársasági drog, az alkohol és a marihuána. Volt egy barátom, aki egyszer túlszívta magát, és elképesztő szorongás tört rá. Olyan élménye volt, hogy bejött egy depersonalizációs élmény, amit mesélte, az úgy nézett ki, hogy ugye, mint a halálközeli élményekben, de most nem az a misztikus halálközeli, tehát hogy mit tudom én, még nem agyhalott a figura, de leáll a szíve, és akkor sötét folyosót lát, meg fényt, és megy felé, stb. Ne ezekre gondoljatok, hanem ezek a veszélyes élethelyzetek, mint amikor valaki leesik, majdnem leesik a háztetőről, és egy picit, vagy egy szakadékba, vagy baleset, vagy hasonló, és egy picit olyasmi, mint hogyha egy kívül lenne saját magától, és mondjuk nézi a saját kezét, vagy saját végtagjait, és olyan érzése van, hogy ez nem az enyém. Tehát, hogy mint hogyha ilyen kívülre látná saját magát. Tehát, tehát egy ilyen, és így az én ebben az ego egy kicsit így szétpárolom, nagyon finommá, nagyon megfoghatatlanná válik, majd, hogy nem eltűnik. Egy teljes elidegenedettségérzés van az embernek a saját élethelyzete és a saját teste felé is. Ez abszolút igaz. Ezt nevezik depersonalizáció. Ez abszolút igaz. Egyébként a skizoidiába ez jelenik meg, mert csomó más állat. Én ezt rengeteg szegéltem át, amikor például zakúztam biciklivel. És abban a pillanatban, amikor már lerepültél a bicikliről, de még nem fogtál korondot, hanem a levegőben vagy, ott van egy olyan kérdőjel, egy kurva nagy kérdés felvetődik a fejedbe, lelassul az idő, és felvetődik egy olyan kérdés a fejedbe, hogy olyan az egész, mint egy trip. Mint mit keresek itt? Mi értelme van annak, hogy biciklizek? Tehát így olyan kérdések, amik abban a pillanatban, hogy az ember leesik, már nyilvánvalóak, és már nem értelmezhetetlenné válnak a kérdések is, de villanásszerűen az ember, hogy is fogalmazzak, elidegenedik attól, amit csinál, attól, aki, és mind attól, amit képez, vagy képvisel, vagy jelent, vagy tárgyasít, vagy megtestesít. Na, egy ilyen élménye volt az ismerősemnek a fűtől, amikor túlszívta magát, ami egyébként nem nagyon jellemző a fűre, állítólag. És viszont elképesztő pánik félelem tört rá. Tehát nagyon érdekes, hogy egyszerre történt az elidegenedés saját magától, ami lehetne egy felszabadulás élmény is, és mégis egy rettenetes szorongás az ürességtől. Tehát ettől a semmitől, vagy az ismeretlentől. És elindult az orvoshoz, hogy most ő itt azonnal meghal. Tehát az érdekes, hogy a fű túlszívás az néha ilyen elképesztő parákat okoz. Tehát ilyen rettegés hullámokat. És elindult az orvoshoz, de aztán persze a felettes énje, a kontroll egy picit erősebb volt, hogy azért csak mégsem megy oda kiröhögtetni magát, de viszont ez a kontroll után átcsapott egy ilyen abszurd létállapotba, vagy tudatállapotba,
és azt képzelte, hogy lehet, hogy, és átélte, most képzelte, átélte, lehet, hogy én már halott vagyok, és ezt az egészet így képzelem, hogy megyek az orvoshoz, de már holtan fekszem. Ez csak mondjuk pár másodpercet tartott, aztán maradt a szimpla para még órákig, amíg ki nem ment a szervezetéből a THC. Most baromi érdekes, hogy ez a tökben ártalmatlan, vagy kis mennyiségben ártalmatlan jószág, ez egy ilyen állapotot tud megidézni, mert hogy ezt egyébként a füvesek nem szokták, soha nem szokták. Vagy az van, hogy vigyorognak, mint az úritök. Tehát össze-vissza röhög minden. Az is vicces, hogy valaki elmegy az utcán. Na ez is egy kurva érdekes tudatállapot, hogy vicces, hogy elmegy valaki az utcán. Woody Allen mondta azt, hogy ma azt hiszem, hogy az Emmy Hall című filmjében Elvis Singer szerepében mondta azt, hogy ahol stand-up komedistát alakított, hogy nem szívesen lépek fel drogosok elő, azok úgyis minden erről. És ezt ismerjük, ezt az élményt, hogy ilyen, ezekbe Károkofi Géza, vagy akárki, mert hogy az úgyis folyton röhög fiókban, nézd már, te kész, és így tök mindegy, hogy mire mondta. És semmi poén. Hát ez elég szomorú persze, amikor hát így... De ezt lehetne is használni. Hogy? Lehetne használni. Tehát mit tudom, baromi szarok vagyunk, és azt akarjuk, hogy röhögjenek a potitokban, mit tudom, hogy becsempészik az anyagot annak. És híre megy, hogy a Mikati Vadarban milyen kurva viccesek, hát felrejtünk a röhögéstől. Rengeteg jótékony hatása van egyébként a fűnek. Például nagyon jó étvágya lesz tőle az embernek. Ami hogyha mondjuk valaki beteg, és étvágytalan, és nem tud enni, akkor az abszolút jó hatással. De falja, mint a disznó. Hát gyakorta igen, de néha arra is gondoltuk, hogy a leghitványabb szárnyas májkrémbe, vagy ilyen löncshúsba is bele lehetne keverni. Ilyen némi THC-t, hogy csak jobban esik. És esküszöm, hogy jobban is esne. Rengeteg elrettentő sztorink van egyébként ezzel a témával kapcsolatban is, mint ahogy nagyon sok mindennel, és szerintem, hogyha végeztünk a rengetegféle drognak az ismertetésével, akkor majd egy alkalmat szánunk az esettanulmányokra is, amikor elmeséljük, hogy melyik milyen hatással volt ki mindenkire. Egyet mindenképpen, az kurva jó, a Robinak jött egy ilyen ismerőse, egyik ilyen filmforgatókönyvünkben benne is van a csávó buthanémán, állítólag ez tényleg megtörtént. Megtörtént esetleg. Hogy ugye van egy ilyen, hogy a hajba lerakódik a THC. Persze valami kis mennyiségben, de állítólag tényleg lerakódik. És a csávó gyűjtötte a hajszálait, és amikor elfogyott a füve, betekerte a dohányba a saját haját. Ez itt a saját haját, mert azt hallotta, hogy a hajba lerakódik a THC. De az egyetlen kérdés az volt, hogy beütötte neki egyáltalán. De feltételezhető, hogy akár igen, mert az aki elszívja a saját haját, annak be is üt. Na, van hozzá szólás? Valahol a mikrofon. Arról nem, de hogy homokot, arról igen. Mert felsértse a... Az üveggyapot az halálos lenne. Tehát ha letüdőzöd az üveggyapotot, az azt gondolom, hogy az meglehetősen veszélyes. Szerintem ez megint lehet. Nagyon-nagyon-nagyon gyanítom, hogy sokan ezt csinálják, sőt. De miért akarják, hogy meghalljanak az emberek? Nem hal meg az ember akkor. Csak? Csak felsért az apró kis merenget. És az... Ezáltal sokkal inkább... Beüt? Ez így van. Üveggyapotot. Hallott valaki erről? Én a homokról tudunk, tehát a homokat azért keverik bele, mert meghengergetik homokban állítólag a füvet, azért, hogy a tömege nőjön. Tehát, hogy így lehet a 0,6-ból 1 grammot csinálni, hogy jól meghengergetett homokba, és eladni 1 grammba a 0,6 zöldet. Ez, hát az üveggyapotról még nem hallottam, de bestiálisan hangzik. De amiről hallottam, az a kokain, valamint az amfetamin felütése, hintőporral halálos. Tehát az például halálos. Tehát a hintőport letüdőzöd és meghalsz. Mert hogy a hintőpor az valójában kicsi kis szilánkok. Kicsi kis szilánkokat jelent. Tehát a hintőpor az úgy hat, az tulajdonképpen a bőrnek a felső rétegét hivatott legyalulni a hintőpor. Tehát az arra való, hogy a bőrödnek, tehát az apró kis szilánkok szedik le a bőrödről. A
hintőkör akkor halálos, hogyha konkrétan kapod profi, akkor nem tudom mennyi. Nem bírják fel a levegőt. Nem, akkor halálos, hogyha az, ami vik fel a speedet, vagy az, ami vik fel a kokaint. Én erről beszélek. Nem, de ugyanaz, hogy a kísérleti majd akkor halálos csinálnak, hogy kezdve a marihuánát, hogy ráraknák, hogy azért maszkot. Semmit, hogy mellette nem kapod levegőt. Én hallom, én effektíve olvastam, hogy sok mindennel ütik fel, sok mindennel föl lehet ütni különböző drogokat. Például aszkorbinsavval, amitől semmi bajod nem lesz, csak maximum lehoznak téged. 1500, 5500, 10000 forinttal, de a hintőpor az nem tréfa dolog. Én kifejezetten és akkor a babáknak, amikor... Szakirodalmilag. A hintőpor őr! A babáknak... Hát ha letűnőzöm, igen. A babáknak a... Így áll fejezd! Hát hogyha letűnőzöm, igen. Na jó, de hogyha akkor a babáknak a popsiját behintőporozzák, és akkor egy száll a levegőbe, akkor a baba az beszél? Nem. A nagy koncentrációjú hintőpor közvetlenül az orrodba fölszívod, erről beszélünk. Nem arról, hogy a levegőben röpködő hintőporból a gyerek letűnőzik egy slukkot. Na, érdekes a különbség. Kis szilákok jutnak a tüdejébe. Bejutnak. Kicsi aranyos kis tüdejécskéjébe bejutnak a kis szilákocsnak. Na. Hol a mikrofon? Nem érdemültek meg. Nem szóltok hozzá. Aki meg hozzászól, az meg a sarokba van. Na, lérünk, azt hiszem, a cannabis származékokat kitárgyaltunk, hogy van még? Van még hozzá? Valami jó? Assassinok, ezek nem is beszéltünk. Ki tudja, kik voltak az assassinok? Na, kik voltak? Bérgyilkosok, muszlim bérgyilkosok. A szó egyébként a... Hasasin a hasisból származik, mert hasis szívtak állítólag egy folytában. Tehát ezek ilyen öngyilkos bérgyilkosok voltak. Tehát ez a mai muszlim fundamenta terroristáknak egy ilyen érdekes előzménye még a 12.-13. században. Na, van még a hasisról? Szóval azt kell megérteni, hogy a hasisban abban, tehát a fűben minden benne van, ami a hasisban van, de a hasisban nincs benne mindaz, ami a fűben van. A fű egy nagyobb halmaz, a hasis egy szűkebb halmaz. Ha valaki jó, nyálcsorgatós, agyibbasztós, szanaszéjjel készen levős, szétbaszós estére vágyik, annak ajánljuk a füvet. Ha pedig valaki inspirált, érdekes, finomsztondult módosulásra vágyik, annak azoknak a gurméknak, azoknak a jóra való fogyasztóknak ajánljuk a hasis. Igen. Vagy az LSD. Ez egy más kérdés. Az már volt. Te alkoholizálsz? Csak is. Na, szóval, hogyha bármi egyéb felvetés, kérdés... Hallottad ezt az új játékot? Minden, azt kell mondani, nigger. Mire? Hát bármilyen filmcímre, tudod, a Tíz kicsi nigger, meg a... Mit tudom én... Volt egyszer egy nigger... Pár niggerrel többél. Ilyesmi, igen, és akkor egy idő után ezt mondod, és nagyon vicces, és mindenki röhög. Ja. Híd a nigger folyón. Nem félünk a niggertől. A Kilimandzsáró niggere. Vagy a nigger hava. Igen. Hát ezt lehet cserélni. Az utolsó nigger, és így tovább, és így tovább. Na mindegy, ennyit a fekete seregről. Visszatérve... A kereszt nigger. Vagy nigger apa. A nigger... 1, 2, 3. A niggeres arcú. Na jó van. Jó, én voltam a hülye, elszaladt a ló, meg a nigger. Akit niggernek hívta. Még lehet 4 nap egy könyvelő életéből is. Ha nagyon jók vagytok, 4 nap egy nigger életéből, igen. Utolsó nigger Párizsban. Egy marék nigger.
a halál és a nigger. Na, szóval Horthy... Nigger vagyok, ments ki innen. Tényleg nem hallott erről? Fiatalok körébe ez most... Drágán ad a niggered. Még drágább a niggered. A nigger mindig drága. Ki volt ez a fasz, aki ezt kitalálta? Kurva jó. Nagyon élvezem. Jó van, adtam munkát estére, úgyhogy 10 hetek. A pénzt így is, úgy is megkapom. Tehát... Nigger életre halára. Vagy pedig maraton niggerre halára. Vida elvtárs, neked erről mi a véleményed? Mint polkorrekt csávónak. Lebőgetett egy konferencián. Fölállt, mint egy párgyűlésen, és azt mondta, hogy személyesen vagyok érintve a szűzkurváról írt cikketekért. Én meg ott égtem, bazd meg, mert hát én a társaság előtt tagadom, hogy veled így bármit így közösen. És ez ott leleplezett engem, és mondtam, azt a Puzsér írta. Érted? Született niggerek. Kész. Beindult a motor. Semmi Horthy, semmi másik világháború. Tudod, ez a vaskereszt, vasnigger. A nigger kereszt. Igen. Jaj, tényleg jó, tényleg jó. Régi idők niggere. A tizedes meg a niggerek. Az ötödik nigger. A niggeredik pecsét. Na, meg volt a mély pont. Szerintem innen már csak feljebb van. Úgyhogy... Ismeritek azt az érzést, amikor szégyeltek valaki más helyett, úgy ti szégyellitek magatokat. Na, ez... Ezt tudja a nigger, azért iszik, mert te sírsz. A texasi láncfűrészes nigger. Vagy a texasi nigger fűrészes. Esetleg. Én fasz, miért mondtam ezt neki? A nigger túl messze van. Híd a nigger folyón. Ezért jók egyébként az egy szavas filmcímek, mert azt nem lehet átniggerezni. Azt mondom, az Argó helyett a nigger, hát ez most ez nem olyan. A nigger neve Donnie Brasco. Ja, Istenem. De jó. Na, próbáld leállítani a motort. Niggerátor. Tényleg a niggerátor. Lehet, a lehet egy szavast is, igen. Magyarul a niggerosztó. Búcsúztató bulik, esküvő előtt egy nappal. Ez ilyen lány búcsúztató bulikra általában meghívnak egy stripper csávót. És megjön a stripper csávó, a fején egy nagy medve maszkkal, teljesen mesztelenül. És elkezdi így lobogtatni a faszát, aztán meg oda megy mindenféle civil nőkhöz, akiknek az arcához, hogy oda csapkodja, de közben táncol, ilyen kurva ocsmány zenére, tehát ilyen igazán szar az egész. És így pörgeti a faszát, meg így oda csapkodja az arcához, és akkor így addig tart ez, ameddig egyik nő nem fogja magát, és el nem kezdi szopni a medvét. De az egész egy medve mozgban zajlik, az olyan híra kurva nyomasztó. Beépített, fizetett nő, nem? Nem! Senki nincsen beépítve, ez egy lány búcsúztató buli. És az a legszörnyűbb benne, hogy az amelyik, hát így látszik a nőkön, egyrészt, hogy hát ugye gátlásosak, tehát hogy van bennük eleve egy kód, hogy ők nem mennyiségre mennek, hanem minőségre. Tehát hogy a evolúció egyszerűen nem arra kondicionálta őket, hogy az első medvemaszkos faszt beszopják. De mégis megteszik, mert erre mozdítja őket a... kultúra. Vagy nem tudom, vagy annak hiánya. Szóval... A társadalomtudomány értelem. Értem, igen. És... De az látszik, hogy az összes többi nő, amelyik nem ment el idáig, hogy leszopja a medvemaszkos faszt, az szorong. Tehát az elkezdettől szorongani. És a szorongását azzal vezeti le... Hogy ő is leszopja. Hogy elkezd hújogatni annak, aki éppen szopja a medvemaszkosnak a faszát. Tehát, hogy elkezd ilyeneket így bekiabálni, hogy...
wow! Meg így elkezdi tapsolni, hogy így mekkora a buli. Tehát, hogy így az őt földobja, hogy valaki egyszerűen leszop egy teljesen idegen medvemaszkos csávónak a faszát. És ha belegondolsz, hát ilyen a világot, tehát hogy ez milyen, hogy egy egyszerűen nem is érdekli őket, hogy ki van a medve maszk alatt. De van ennél jobb. Az a műfaji meghatározás, hogy Glory Hole, ez mond neked valami? Természetesen. Na. A Glory Hole... Ott még test sincs. Egy kurva medve maszkot se kapsz. Hogy beleéld magad, hogy ez a... De jó, ez a medve. Tehát ilyen ennyi illúzió. Ennyi illúzió nincs. Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy már hogy a nebulókra gondoltam. Tehát kedves hallgatók, ki tudja, hogy miről van most szó. Mi a Glory Hole? Ezt tudják. Ja, jó van. De a Glory Hole az mennyivel kommerszebb, mint a Dancing Bear. Ja. De nekem egyébként ezek a nyelvi kifejezések is tetszenek. Tudod, hogy... A dicsőséges lyuk. Tulajdonképpen dicsjuknak nevezni. Van a dicspény, és van a dicsjuk. Tehát egy pozitív, a másik negatív. Most már szólok nem a pejoratív értelmében, hanem hogy a logikailag, tehát a dolog hiánya, meg a... Ne, azt imádom a legjobban, amikor leszopták a faszt, és az így visszavonul a lyukba, és akkor is elkezd így türelmetlenül kopogtatni, hogy kér még. De az annyira kurva nyomasztó, hogy azt elmondani nem tudom, hogy belegondolsz abba, hogy ez akár a feleséged is lehetne. A gyerekeid anyja, vagy a sajátod. Tehát így ezen pedig... Nem, hát tudjuk, hogy az ilyeneknek nincsen se férje, se gyereke. Tehát ezek persze. Ilyen... Nem, hát ezek... Most a háború előtt, a Horthy korszakban, nekem egy ilyen idős, régi úri középosztálybéli hölgy mesélt el, volt egy olyan bordélyház, ahova izék jártak, tehát ilyen tisztes férjes asszonyok. Ez volt a diliük, és akkor zárták be, amikor egy katonatiszt fölismerte ott a feleségét. Köszönöm a programodat. A pogromodat. Nem, a nemzetkarakterológiás verseket, ha már itt tartunk. Nosza. Akarjátok hallani a nemzetkarakterológiás verseket? Igen. Szavazzunk. Igen! Csak a felemelt kezek! Szóval... Lássuk. De vicces legyen. Vagy Szomi, elsírjuk magunkat? Nem Vörös Sándor, ugye? Nem is Hanvas Béla és József Attila. A nemzetkarakterológia verseinek... Most azt érzem, hogy nem fogunk komolyan beszélni erről, mert... De. Akkora destruktív vénád ma este. Még nagyon régen nem találkoztál a közönségeddel, és most ettől nagyon felpörögtél. Halálosan szorongtam. Szétbaszod az értelmes mondani valót. Úgyhogy akkor jöjjenek a nemzetkarakterológia versei. A nemzetkarakterológiának a versei azok tulajdonképpen abban a szellemben születnek. Van a Dopemennek egy örökbecsű sora, ugye a Dopemennek az első... Bocs, jelentkezett a buddhista főiskolára. Tanítani fogom a Dopemen. Most az a kérdés, hogy eltöltekezik Dopemen a buddhával, vagy kiűzi a buddhát belőled is, meg az egész kibaszott főiskolára. Ez a nagy kérdés, bazmeg. Akkor viszont meséld el a buddha üzés. Na jó, a buddha üzés előtt el kell végezni a karmatakarítást. Tehát az nem úgy megy, hogy bazmeg a... Mindjárt buddha üzésre mész. Szennyes karmával nem lehet kiűzni a buddhát. A karmatakarításhoz azt a habverőt használjuk, ami ilyen spirálisan csavarodik. Megvan? Na. A habverőnek a végét kell beakasztani az emberi végbélbe. Majd pedig csavar. Innentől már nem nyomjuk, húzzuk, csak csavarjuk. És szépen, szépen lassan a spirális elv nyomán a habverő fém részei szépen lassan eltűnnek az emberi szövet árnyékában. Bár mennek ki a teremből. Nem való mindenkinek a karmatakarítás. Nem bizony. Van, aki egyszerűen a karmájával karmikusan össze van kötve, nem is tudja elképzelni az életet nélküle. Az ilyen emberektől elbúcsúzunk. Jó éjszakát, kedves. Addig csavarjuk, ameddig a habverő fém része az el nem tűnik teljesen, és már csak a fa kandikál ki. Kvázi a nyeles ember. És akkor abban a szituációban megfogjuk a fa végét az eszköznek,
és egyetlen hirtelen rántással kitépjük a... karmát. Igen, igen. Na most az a tapasztalat, hogy az a karmikus lerakódás, ami a inkarnációról inkarnációra visszamarad, és lerakódik az emberi... az ember lényében ezzel a hirtelen rántással kiszabadul, és kitisztul. Ez tényleg így van. Nem viccelek, tehát rajtam már végeztek egyébként. Hát azért nem röhögnek, mert... Rajtam már végeztek béltisztító kúrát, ami arról szólt, hogy meg kellett innom másfél liter étolajat. Ténylegesen megittam másfél liter étolajat, miből aztán kifostam. Repce, napraforgó, szőlő... Napraforgóolaj. Másfél liter napraforgóolajat megittam, és kifostam az egészet, és nem szabadultam meg a karmától. De ez a tanulási folyamat, tehát egy ponton az ember eljut oda, hogy nem másokra hallgat, hanem saját metódust működtet. Na most a karmatakarítás, tehát hogy ha rendesen megszabadultál a karmikus lerakódásoktól, akkor kerülhet sor a buddhaűzésre. Ehhez szükség lesz rád és édesapádra. A lényeg, hogy először édesapádat kell felfeszíteni a keresztre. Keresztfára felfeszítjük édesapádat. Édesapádba bele kell rakni. Édesapádba bele kell rakni egy viagrát. És édesapád erektált faszára kell téged ráhúzni és rászögelni. Majd beléd kell rakni egy darab LSD-t. Most az lehet egy 200-300 mikrogram, nem kell túlzásba vinni. És az a tapasztalat, hogy az a belső buddha, az a belső nyugalom, az a belső buddha, na ezzel az eljárással ezt a nyugodt, bölcs belső buddhát egyszer és mindenkor ki tudjuk űzni. Kiűzzük. Soha többé nem költözik vissza. Eddig akárhányszor végeztük el az eljárást, minden alkalommal működött. Az a belső csend, na azt kiűzzük. Na és ezt fogja a Dopman csinálni a főiskolán. Mm. A Dopman első lemezén még voltak így idézhető szövegek. Megyünk volt lopni. Egy olyan szöveg, hogy... Megyünk lopni. Én arra az nem az első lemeze, az messze nem az első lemeze. Nem tudsz semmit. De nem kell mindenhez hozzápofázni. Hát ezért tényleg, kapom a tényleg. Pénzt, bazd meg. Hát. Tényleg. Szóval... úgy hangzott, hogy... Nem vagyok rasszista, mert nem szeretek senkit, lehet fehér, sárga, barna, fekete, mind idegesít. Ez szerintem annyira kurva jó mondás. Tehát ez annyira, ez kifejez valamit, ami tulajdonképpen mottójául szolgálhat a nemzetkarakterológia verseinek. A nemzetkarakterológia versei mindig négy sorosak. A rímek azok AABB minden esetben. Nagyon-nagyon szigorú forma. Fontos, hogy legyen benne valami nagyon-nagyon primitív, ordinári nemzet sztereotípia. Egy sztereotípia az adott nemzettel kapcsolatban. Továbbá valami gusztustalan, mocskos rágalmazás, ami lehetőleg szennyes, undorító és obszcén. Ez Lővi Árpád? Nem. Nem. Cseppet sem. Ezt az én barátaimmal írtuk össze. Van nem kevés belőle. Hát kezdjük az arabbal. Arab ember, tolvaj ember. Rabol este, rabol reggel. Dolgozni ő sose fog, amit mozdít, el is lop. Belga ember, beteg ember. Baszni szeret gyerekekkel. Minden belga pederaszta, gyereket szül, hogy megbassza. A politikai korrektségnek az a nívója, amivel a versek föl... Igen, veszem észre, igen. Veszem észre. A görög ostoba állat meglopja a turistákat. Eladja, de nincsen haszon, olyan buta, mint a faszon. Na, ez jó volt. Ez jó volt. Néger ember, majom ember. Banánt zabál este, reggel. Csak makog a banán nélkül, önérzete sosem sérül. Orosz ember, muzsik ember. Országában az ész nem fegyver. Könyvet ő csak képről látott, széjjel bassza a világot. Az a jó, hogy a bizonyos nemzetnek a lelkét nagyon jól meg lehet ragadni.
rendkívül mély volt, igen. Poétikus. Ukrán ember, gyilkos ember. Mafiózó fegyverekkel. Az anyjának sem kegyelmez, Kalasnyikovval fegyelmez. A kínai tömegember. Futószalag szebbet termel. Szaporodik, mint az egér, rizssel kevert szarom megél. Ez volt az apó az érti mongol ember, nem is ember. Körülveszik ketrecekkel. Kecske szarból épít várat, olyan ronda, mint egy állat. Német ember, precíz ember. Aranyfokból sok sört rendel. Ráadásul... Ráadásul mocskos náci, példaképe Hitler bácsi. Zsidó ember, hazug ember. Igazat mondani nem mer. Állandóan sír a szája, Auschwitzot is kitalálja. Na jó van. Ez rohadt kemény. Na jó van. Na várjál, jön még. Magyar ember, vesztes ember. Az ő országa sosem nyer. Élete csak sivár hajsza, pörkölt szavba lóg a bajsza. Ez annyira jó, mert az összes többi, az gusztustalanabb a magyarnál, de legalább jól érzi magát. Itt van, itt kijött a sovinizmusod. Nem én írtam ezeket, csak hát persze, egy részüket. Barátod. Egy barát, igen. Ahogy a könyvelő négy napja, ugye? Tehát, jó, egy részüket én írtam. Brazil ember, szutyok ember. Országa egy mocsok tenger. Városai szeméthegyek, mindent ellepnek a legyek. Van itt olyan, aki nem így képzeli? A koreai ocsmány féreg, nem írtja őt semmi méreg. Ráadásul sárga majom, főleg ez vele a bajom. Annyira jó ez a rasszizmusnak ez az önkéntelen megvallása. Ez a... Nem önkéntelen ez. Olyan... Szerintem ilyen verted a faszod közben, hogy ezért, tehát olyan kélyes, jó rasszistának lenni. A svéd ember strici ember. Kereskedik a szüzekkel. Bassza őket, mint az állat, ha megszorul, elad párat. De várjál, most már mást írnál. Lehet. Tehát Svédországban betiltották a szexet, nem hallottam? Az az igazság, hogy ezek ilyen 8-10-15-20 éves dolgok. Tehát most lehet, hogy nem annyi, de legalább 10-15 éves holmi. Török ember, gennyes ember. Piacokon szarral seftel. Alkudozik, hazudozik. Csapt pofán a rohadt buzit. Itt jó, mert itt a lirai én kiszól a versről. Az olvasó megszólítva érzi magát. Ez egy fajta nagyobb fokú személyesség. Ausztrál ember, szennyes állat. Lerakta a fegyencjárat. Fájdalmat ő nem érez, kengurukban elélvez. Na, ez csikorgó volt. A tájföldi csóró kis fasz. 20 000 ért hármat is kapsz. Ha van spájzod, lakhat ott, míg kifingik, baszhatod. A luxemburgi prolinép zabálja a pralinét. Pénzért faszcop, cseng a kassa, belga ember segbe bassza. És hogy örül, bazd meg? A dél-amerikai, nem is, a dél-afrikai két ember. Nácik körül majomtenger. Szutykos fekák, mocskos nácik, szemét népség rögtön látszik. Szegény búros. De nem az a jó, hogy tényleg senkit nem szabad szeretni. Senki. Kihagytad a kisebb népeket, mit tudom én, grönlandiakat. Hogy lucskos valagát a hidegtől óvja, nadrágjába szarik Grönlandnak lakója. Lehetne még egyébként, és ténylegesen, hogyha valaki úgy érzi, hogy volna a nemzetkarakterológiás koncepciója... De mindenkit gyűlölni kell. Gyűlölni kell, és rágalmazni undorító, obszcén aljadék szokásokkal. Proli módon. Igen.